Módszerekről sorozat, Jorgen Péter Müller, az én módszerem. Csókolom, sziasztok! Az én módszerem egy könyv címe, ami még 1904-ben került a Dán könyves boltok polcaira. A könyv alcíme magyar fordításba szenteljünk naponként 15 percet egészségünknek. Egy időben nagyon sokat jártam antikváriumokba, mert sok izgalmas könyvet, és ezáltal gondolatot és óraötletet kaptam azok megszerzett könyvekből. Még most is jobban szeretem ezeket a forrásokat, mint bármelyik videó megosztó anyagait. Különösen kedvelem az 1995 előtt megjelent könyveket. Nem egy olvasatban lehet ezt a dátumot megtalálni. Sokan vélik úgy, hogy igen sok vetületben ekkor romlott el valami nagyon a világban. A saját példányom egy 1907-es kiadás – Bárki is volt a könyvem előző tulaja, tartotta annyira nagy becsben, hogy újra kötette azt valamikor. Ki alkotta meg? Jörgen Péter Müller 1866 és 1938 között élt. Egy szivardobozban alhattam gyerekkoromban. Emlékezett vissza gyerekkorára, mivel annyira kis született. Mint oly sok testkutató fiatalkorát, az ő gyermekéveit is beárnyékolták a betegségek. Nyolc éves korában kezdett önerőből tornázni, ami elvitte őt az általa megalkotott szobatornához. Müller eltökéltségét mutatja, hogy iskolába oda és vissza is 10 kilométert futott tömegközlekedés hiányán. Cseperedve az akkor elérhető fitness irodalmat tanulmányozta. Különösen kiemeli könyvében a szandóféle szisztémát. Kiegészítés – Eugén Sandó nevéhez fűződik az első testépítő verseny megszervezése, illetve az ő külse alapján készül az a szobor, amit 1977 óta megkap a Mr. Olimpia győztese. Mikor élte a virágkorát, nemzetközileg és itthon? Munkája kiforrott egészségfilozófiai székfoglaló, amit 30 éven át faragott. Személyes példamutatása lehengerlő minden mondatában lelkes idealista, aki a viktoriánus prüdériában újat mert mutatni. Munkáiban, előadásaiban a lengeruházatú, akár mesztelen tornát népszerűsítette a bőr edzése érdekében. Akkor mégis pornográfiának tartották ezt. Különösen, miután 1912-ben az Erkölcs, Szex és Boldogság című írása megjelent, az egyház ellenérzését is kiváltotta. Több mint 2000 előadást tartott világszerte. Könyveiből több mint 2 millió példányban adtak ki, és 25 nyelvre fordították le azokat. További könyveket adott ki hölgyeknek, gyerekeknek és a légzésről. Andersen mellett a másik legnagyobb Dán, akit egész pályájának a tudat irányított. Egészség filozófiáját később a Londonban megnyiló Müller intézetben adta át. Az első világhárom bórum magasságában pedig a módszerét alkalmazták a brit hadseregben és haditengerészetben is. Kedvenc gondolataim tőle Sokszor csodálkoztam azon, hogy a legtöbb ember nem zúgolódik a sors mostahasága miatt, ha beteges és gyengélkedő, hanem megadással viseli emberi gyarlóságát, holott kevés fáradtsággal erőt és egészséget szerezhetne magának. Ez a hang nem és kritikai él végigvonul az egész könyvben, Többen úgy vélik, ennek köszönhetően lett Franz Kafka is fanatikus Müller követő. Aki testét nem gondozza, az a természet ellenvét, amely pedig mindig megbosszulja magát matematikai pontossággal. A nyugalom épp oly törvény ellenes itt, mint az egész természetben, s nyomában jár a testpedés és a korai halál. Mozgás az élet, mely megóvja az életöket egész a legvégső időkig. Az én rendszerem az arany középúton halad. Egy szép reggelen erős elhatározásra szánd el magad, és kej fel húsz perccel előbb, mint szoktál. Végezd el a nyolc gyakorlatot, és öntsd le magad langyos vízzel. Törülkőz meg, testered dörzsöld le, és aztán öltözködj fel majd a nap a munka alatt csodálkozni és örülni fogsz azon üdítő érzésen, mely az egész valódat elönti. Valóban alkalmazható az a példaszó, hogy csekély okok nagy okozatot hoznak létre. Nyugodt lehetsz, mert erre a napra már teljesítetted a kötelességedet a testeddel szemben. Útmutatói. Folyamatában erősíti a napfürdő gyógyító hatását átveszi a görögök szemléletét is, akik megvetették a sejmes fehér arcbört. Feleslegesnek ítéli a sapkákat. Meggyőződése, hogy így lehet elkerülni a kopasságot, fejfájást. Alapvetően ellene volt a túlöltözésnek. Ahogy ő fogalmazott, levegőharisnyát hordott, vagyis mezitláb vette fel a cipőt, hogy a lábbőre megerősödjön. Szerinte az egészséges test hajlékony, edzett és mozgékony. Munkamódszerek következményének tartott, hogy 2-3 cm megnő az az gyakorló. Érdekes hasonlóság nem egy technikával. Számára az antik szobrok a példaképek. Erősítő hogy szobrokat kellene kitenni mindenhova, hogy a szem hozzászokjon a forma szépséghez, és a tisztelet és becsület mellett ilyen ideálokat kapjon az ifjúság. Így fogalmaz az antik szobrokról. Mindegyik az egészség és szépség megtestesítése. A melkas kihajlított, a vállak szélesek és formásak. A csípők karcsúk, a derékizmok kifejlődöttek. A végtagok bár tövükben erősek, lefelé egyenletesen finom kézé és formás lábokká alakulnak át. Halkan kérdezem meg, mikor hallottunk ilyen finom értekezés fitness-influencertől mostanában? Meggyőződése volt, hogy inkább mindennapi testgyakorlás, mint heti két óra torna. A maikor állásfoglalása ezzel szemben, hogy legalább heti egy pihenőnapra szükség van a fizikai testnek, vagy akár többre. Hitte, hogy a friss levegő az erős tüdőzáloga, így ablakai éjjel-nappal nyitva voltak. Gyermekei születése után is folytatta ezt a gyakorlatot, sőt, könyvében is kiemelte, hogy az ő gyermekei sosem aludtak zárt ablak mellett. Érdekesség. Álmatlanság esetén is nagy mennyiségben végzett légző gyakorlatait javasolta. Kiemelte, hogy a torna lelkiismereti ügy különben a test idő előtt elvénül. Erősítette a szájhigiénia fontosságát. Fontosnak tartott, hogy mindenki nyáron 7 órát, télen pedig 9 órát aludjon. Külön tanácsokkal látja el a kisgyerekeket, a nagyobb gyerekeket, öregembereket, tudósokat, a művészembereket, hivatalnokokat, sportférfiakat, asszonyokat, kerékpározókat, földmíveseket, utazókat, kövér és sovány embereket. Testalkat típusokat határozott meg, úgy, mint látsoványak, ezek az antik szobrok ábrázolásai. A formatöké és az arányos testalkat teszi a tested egyrészt használhatóvá, másrészt szépé és összhangzatossá, ahogy ő fogalmazott maga is. Második a száraz vagyis az 1900-as évek férfiai. Harmadik az izmos kövérek. Negyedik orsószikárak, ötödik túlkövérek. Ide sorolta a múlt század asszonyait, hozzám hasonlóan ő is a csekélyebb ételmennyiségben látta a fogyást titkát. Mi a helyzet most vele nemzetközileg és a kis hazánkban? Jött helyette jobb, talán másabb és elfelejtődött. Találtam az elmúlt pár évből egy-két Dán-Portugál cikket, amiben Pilates kapcsán vonnak vele párhuzamot, hisz has, has izom erősítés kapcsán Müller is az izomfűző kifejezést használja, mint ami megkönnyíti a szülés processzusát. De én már az old cool erőművészek közötti említés formájában kimerül a neve. Alapvetően mindenhol antikváriumok szontrtimenykében megtalálható, illetve egy-egy ebuk formájában. Mi a sajátossága a módszernek? a sorrend, a kevés gyakorlat és egy kis csavar. Hitte, hogy napi 15 perc szélirányos mozgás elegendő. Nyolc gyakorlattal nyitja a programot. Ezek között klasszikusként a fekvő támasz karhajlítással, izgalmas dinamikus gerinccsavarások, módosított jóga gyakorlatok. Majd fürdést, fürdőzést rendel el először langyos vízben, majd egyre hidegebben, az egészséges bőr érdekében, és ezután jön az ikonikus törülközés, vagyis frottírozás tíz gyakorlat formájában. Ami egyfajta bőrgimnasztika, a bőr idegeinek edzése. Aminek hatása állítása szerint a bőr külső felszín egészen megváltozik, sima és bársonyos fogású lesz. Kipróbáltam nem egyszer ezeket a dörzsölő gyakorlatokat, de valahogy idegen éltem meg azon kevés technika közé tartozik, ami a nyak körüli izmok erősítésére is figyelmet fordít. Milyen az eszközigénye a módszernek? Egy szék az egyensúlyi megőrzése miatt bevonható, de az sem feltétel. Kalisztenikus, azaz saját tesújjal dolgozó technika lévén nem követel meg semmilyen eszközt. Jürgen Péter hitte, hogy súlyzó nélkül a gyorsaságot növelve legalább olyan jó a gyakorlat. Jó magam nem kedvelem a dinamikus mozdulatokat, mert nem lehet azokat úgy moderálni, ahogy én szeretném. A munkáimat pont ezért belassítom. Én pont ellenkezőleg hiszem, hogy a lassú mozgást azért nehezebb, mert az egyenletesebb erőközlés fárasztóbb hosszú távon. Nehéz súlyzó gyakorlatokkal és különböző tornaszerekkel szerezhetünk erős izomzatot de testi könnyedséget sohasem. Erről nem egyszer magam is beszámoltam, hogy a hajlékonyság és az erő nagyon ritkán járnak kéz a kézben, anélkül, hogy egyik nem enne a másik rovására. Melyik a kedvenc három gyakorlatom, és miért? Egyes számú gyakorlat. Álló helyzetben a testnek kinyújtása és a mell kifeszítése, azután felsőtest hajlítás előbb balra, aztán jobbra. Mindegyik feladat igen hosszú nevet kapott. A feladat pedig vágatlanul került be a Z repertoárba, mert működik intenzív derékfaragó jellege miatt. Ötös számú gyakorlat. Váltogatott irányú kis karforgatás, előbb előre, aztán hátra, támadó állás, előbb a bal, aztán a jobb lábbal. Praktikusan harcos kettes kiinduló helyzetében oldalsó közében karkörzés. Már maga a kiinduló helyzet önmagában izgalmas, de ezzel a lapocka emelőket munkára bíró kis kiegészítéssel kortalanná vált. Hetes számú gyakorlat. A felsőtestnek előrehajlítása, váltogatott bal, majd jobb irányban való test forgatása, majd egész testforgatással az ellenkező irányban, a vállak hosszában kiterjesztett karokkal. Újfent nem rövid a gyakorlat neve, és még hol vagyunk a leírástól, ami itt is mérnök ilyen pontos és követendő. Ráhangoló feladatként sokszor alkalmazom, egyrészt mert hatékony, másrészt olyan, mint egy kortárs táncmozdulat, ezért különösen kedvelik a vendégek mennyire tudott idővel változni a módszer. A későbbi kiadások bővültek pár feladattal, de az eredeti habitus és gyakorlati sor sorrend maradt. A történészek szerint az egészségügyi apostol módszere azért merült a homályba, mert okultanok felé fordult a szerettei korai halála után, és magától a testkutatástól is eltávolodott. Sokan azt valószínűsítik, hogy magára Piláteszre is hatást gyakorolt hisz nem egy kontrollagyi gyakorlat kísértetiesen hasonlít, például az egy lábkörzés, páros lábkörzés, Jorgen Péter gyakorlataira. A kontrollagyi kapcsán érdekesség, hogy az utókor megbecsülése hozta a módszer névváltását, de erről majd a Pilates módszer kapcsán. Milyen eredményeket tudhatok pusztán ennek a módszernek? nagyon nagy hatással volt rám a könyv. Nem feltétlenül a módszer vagy a gyakorlatok, inkább Müller nyelvezete, ellenmondás nem tűrő kritikai hangja, a bizonyossága önmagában, a kutató munkába vetett hite. Ha mindenki így végezne a munkáját, nem lenne baj a világban. Mi az, amivel nem tudok azonosulni? A tempóval. Egy korabeli videó bemutatja, mire is gondolok. A gyakorlatok száma, ahogy az előző módszer kapcsán is írtam, nem kevés. Egy otthon végezhető tornához elegendő, de tornatelmi foglalkozáshoz zárt, és könnyen unalmassá válhat a kiszámíthatósága miatt. A stílus idegensége miatt pedig a frottör technika. Mi az, amivel azonosulni tudok, mit alkalmazok belőle, mit tanultam belőle? Határozottan tetszik a módszer egyszerűsége és felépítése, de még inkább az, hogy minden feladathoz tartozik 4-6 progresszió, változat, így hosszú időre kínál fejlődési lehetőséget. A tetterű és hit, ami még jó száz év után is átüt az írásaiból. Egy öreg orvos szavaival köszön el a mesterkönyvében, és én is ettől a bejegyzéstől. Az egész faj ereje és műveltsége a gyermekek egészséges testi fejlődéséből indul ki. Innen folytatjuk.